volt róla. Jaj, bocsánat. Itt volt a Székely nagy gyűlés, mert látjuk a helyszínen. Rátor Györgyő, ugye Alvincon van a kastélynek a romja. Holnap járunk arra, csak nem megyünk dologba. Nem sok látszik. Mertlen Gábor Erdély nagy fejedelme. Ez a szülőházat fogjuk látni. A kocsiból vagy? Megállhatunk, akkor lesz időm már meg. Veselényi, tudjuk, hogy ki volt Bertán István, hát én őt nem nagyon kedvelem, de a miniszterelnök volt Erdély Grósz Károly, meg író polihisztor, egy kiváló ember, Sztánán, élt Kalotaszegen. Megzebegényben ő tervezte a templomot. Például igen, meg az állatkertbe valamit ő tervezett valami házat. Nyírő József író volt, országgyűlési képviselő, kiváló író. Hát ő meg ugye a Vándor Székely, ugye Vas Robert háborús bűnösnek van hivatalosan nyilvánítva a mai napig, hogy úgy oldották meg, hogy nincs odaira, hogy Vas Albert. Csak ez a Vándor Székely is hasonló lát. Állunk órák óta. Megy a motorom? Megy. Na. Jó, csak azért, hogy van-e pék. Megy. És a Dani vezet. Én csak fékezek. Néha. Na, akkor mehet a muzika tulajdonképpen. Jól el vagyunk. Ezt hallgatjuk. Nem vette fel. Hogy mindjárt szólni fog. Zoli. És emiatt már ismerkedtünk. Hát... valahonnan onnan másztunk föl, én most nem látom itt a panelen. Igen, ott jön egy út föl. Azon másztunk föl. Onnan valahonnan. Így, föl. És ott vannak a többiek. Én megpróbálok levegőt kapni. Illetve venni. És oda megyünk. Sajnos a mise már elkezdődött. Egy páron vannak. Na. Hogy Isten lelke nélkül semmi jóra sem vagyunk képesek. Nélküle nem vehet pozitív fordulatot az életünk. Sokan nagy áldatot hoztak, hogy eljöhessenek erre az arándoklatra. Mindenkinek lett volna más dolga is, fontos teendője. Mégis úgy döntöttek, hogy itt a helyük. Amikor a Loretói litániában Máriát szólítjuk, háromszor is edényt mondunk. Lelki edény, tiszteletes edény, ájtatosság jeles edénye. Mindannyiszor, amikor lemondunk valamiről az Úrért, és ő rá figyelünk, edényt készítünk mi is az ő kegyelme számára. Ő mindig adná, sőt öntené belénk az ő kegyelmeit, karizmáit, de ha nincs edényünk, mert nem készülünk a fogadására, nem lehet a miénk. Készítsünk tehát helyet szívünkben az Úr számára. A kegyelem, amit nekünk akár ajándékozni, valóban tényleg szaguk van. A szeretetre.
főúton, ahol nem is arra megyünk le. Meg kell ugorjunk Csobot falvára. Jól lenne, a tisztit is otthon találnám. Nem nyilatkozom. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Gondviselő Istenünk, felajánljuk fölségednek Jézust a szeplőtelen bárán, és arra kérünk, hogy a boldogságos szizanya közben járására őseink hitében megerősödjünk, és mindnyájan az igazságban egységre jutva, ugyanezzel az üdvösséges eledellel táplálkozzunk. Thank you.
Az a baj, azt is fordítom, és nem most is fordítottam, és nem tudom visszacsukor a problémával. Viccesen megcsináltam a kapat. Szóval Balázsnak, hogy mondjam valami szélsőségeset, amit rögzíthet. A fene liberalizm. Sőt, egy igazi jó. Idén már a meleg van a február első színész. Hogy a határlátszás után mit kell csinálni, és akkor neki a pólód. Zoli, mutasd a pólódat, kérlek. Itt a reklám. Nem láttam a pólód. Föl lesz neted. Ő az a fiatal ember, aki két tábort leszervezett. Hármuk nem látszik rajta. Ez volt a reklám helye. Két milyen tábor? Ez a fiatal hölgy, akit egyik táborba sem fognak beengedni. Én meg jó operatőr vagyok, mert addigra érek oda, amire már nem történik semmi. Majd a merevek, hogy az egyik főszervezőn a haragban. Az operatőr az ilyen zenét darabban. Semmi az. Hölgyet nem engedik be. Pedig elbuccozott egész politik, és ott a kapuban mentett tovább. Borzasztó. A reklám, az újság. Majd beülünk megint a rátlanszóba. Ott tartja be Mauer Oscar Borkoszt, és nem mehet be. És az Balázs epresedő fejlődő. Horvátországnak kell játszani a döntőt, és akkor kimegyünk Polisba. És ott lesz Vesztergán Miklós. Ja, most írtam, igen. Főleg. Pláne. Na látod. Úgyhogy szóval. Akkor most megyünk újra a jelenetet. Szóval. Na, kezdjük elő. Csapó 2. Várjál itt előtte. Akkor Csapó 2. Ön két tábort lesz szervezett. Hogy éli meg ezt? Vett egy Opel, egy 10 éves Opel. Ja, én vezetek. Megértem, mit tudom, akkor három ezt is fél éve, négy hónapot szervizben volt, ez volt rossz, az volt, ez volt, az volt. És mondja, indult itt Temesváron Aradra, azt mondja, nem akarok, mondja, nekik nem mertem mondani nem nekem. Nem akarok sietetni senkit, de jó lenne világos, hogy érjünk, mert nem működik a reflekt. Na jó, ez volt világos, hogy biztos érjünk át, hogy világos. Akkor, ja, hogy indulunk. Nem, le van merülve az aksi. Nem baj, van pótaksi, beteszünk. Az is le van merülve. Akkor be kell tolni, betoljuk, hogy ez a szabálytalan, nem szabad dekonyolni. De ott a fő után a körforgalomban. Na elindulunk. Közben mentünk, és körülbelül egy órán keresztül mesélt, hogy és akkor rossz az ablaktörlő. Mennyivel megyünk? Nem tudom, szar a kilom, nem működik kilométerre van. Le lehet tekérni az ablakot? Nem jól tekérni. És most jön a poén. Minden létező alkatrészt elmondható rossz. És másnap reggel? Semmi, leállunk biztos. Jó, először másnap reggel föl kell kimegy az autót, bejön több minden, az meg leeresztett a bal hátsó. Egyedül népen maradt alkatrész. Mit de rámész az, hogy begyomod, begyom, az a vicces, hogy beírod a Google-ből, hogy Vesztergál, mikor csak írja, hogy nyilászáró cel. Igen, mert ez lehet, hogy abból lehet, na jó, mert ebből valahogy ki kell szállni. Itt is turisták. Szörnyen. Szörnyen, figyelzem egy amatőr operatőri munkát közben. Nem. Igen, ez egy turisták. Milyen felvételek, csak egy vup, figyelzem. Vup, figyelzem. Hangutázó szó, mint a zamek, meg a vomp, meg a flok. Lőrinc és a tó. Lőrinc tisztálkodik, hiszen Lőrinc egy tiszta állat. Két napi tisztálkodás most történt meg. Ilyen helyen volt Lőrinc fürdő.
és a közös fotót kirakják, miután kijöttek. Az alaszenozótikus kumbinálságban ilyen brigádja a jól teljesített munka jutalmaképpen. Kovács még Alika szervezte a bérszállítást is. De nem tudom, hogy elmenjenek a fenyőn túl, mert ott fogják a közös képet csinálni, ami majd ki fog kerülni a húskombinát dolgozói falára, ahol rendszeresen a kombinát kiváló dolgozója szokott szerepelni. Akikben nem jutalmaznak, megdicséri, kap könnyű jutalmat, amiben sok kép van, mert ezek nem szoktak olvasni, csak a képeket nézegetik. Igen. Most ilyen készül világban a csoportkép, figyeljünk kérem. Igen. Kérlek, rögzítsd az arcokat. És a igen tapasztalt kinézeti fotográf. Fültös kalács. Hát nem tudom, hogy ebből mi fog látszódni, mert még mindig nagyon nagy közben. Igen. Ez jó, mert nem olyan nagy, ez pont egy, azért meg lehet enni. Megyünk föl? Nem tudom, nem leszettük. Én oda felmennék, ez egy élmény lenne. Gyalogodom, hogy elég sok idő a nyarokat. Hát csak menni meg jönni. Valóban belvárosban is megnézni. Brassóban van egy olyan negyed valahol, ahol rendszeresen bejárnak lukázni a negyedék. Időnként agyonütik az embereket. Ami tulajdonképpen lévén megfaradról szó helyesen. Nyomtam meg. Havas. Nincs tekintettel a művészi ambíció. Az ott hav rajta, azért havas.
vezeti kocsiját, magyar gyártmányú Suzuki-et, Balázs, turisztikai vezető, és egyben Führer, Reiser Führer, és Tafia, igazán csak Péter kérnek, a shoppingolási menedzser. Na végre valami látványosság magyar oldalról is. Csak tanulják, hogy nem őri nézd meg az Amsiát. És még fölgyenek. Nincsen kenyér, nincsen só, nincsen feleségem jó csúanya. Majd lesz kenyér, majd lesz só, majd lesz feleségem jó csúanya. Három hordó borom van, a negyedik csapom van, de csapom van. És kifekszek a csap alá, babám a fejem alá csúanya. És építetek Pestre házat, ablakot rá 300-at csúanya. Csak tetejében tükörszobát, hogy a babám fesse magát csúanya. Csak tetejében tükörszobát, hogy a babám fesse magát csúanya. Ebben a házban született Bentlen Gábor erdélyi fejedelem. A ház egyébként a Bévai Szent Ferenc Alapítvány tulajdonában van most, és valószínűleg egy ilyen Bentlen Gábor kiállítás lesz benne majd valamikor. Bemenni nem lehet? Nem. És benne van meg még? Hát nem nagyon van benne semmi. Romos eléggé belül. Majd ahogy lesz pénzük fölülítve. Mit kell tudnunk erről, Balázs? Zala György szobrászművésznek az allegorikus alkotása, 13 aradi tábornok emlékére. Ott körbe a talapzaton a 13 tábornok az arc, második dombor művel látható. Körül ugye Hungária, a Hungáriát szimbolizáló műalak látható. Megyesi Péter avatta föl Markó Bélával és az akkori román kultuszminiszterrel együtt, de itt van Dávid Ibolya és Mécs Imre, és a kis pénzeturistának volt öltöző akkor. Mosolyogok és döcögök. Az egy ronda román diadalú, ami a... Ezt elkeresztelték a Megbékélés part, vagy terének, ezt amit ők tűzoltótérnek hívnak, de a rendes neve Attila térnek a térnek. És azok meg ott a 48-as románok. Most az a különbség, hogy a 13 tábornok az egy se harcolt Erdélyben, bár Damian is nemes úr. Viszont ezeknek Mészárlótól vagy egyedül és környékén, Abramian és társai. De ott jönnek azon a kis plakon lejönnek, és mennek ide a medencébe fürödni, mert piszkosak szerintem. Ja, szőrös talpot mosnak?